azért. Sándor Viskről indult. Nyugtalan, kereső, igazságszerető emberként indult el a nagyvilágba. Jutott el Tartuba, közben volt katona, közben végigélte a katonaság minden pozitívumát és negatívumát. És Tartuba is egy olyan közösség volt körülötte, ami azóta is jelen van. Most is itt vannak olyan fiatal emberek, illetve már idős emberek, akik Sándor körül voltak abban az időben, Tartuban. Ott is központ volt. Majd aztán az idők múlásával tudóssá válhatott volna, hisz ajánlatot kapott, és ebben nagyon nagy segítséget biztosítottak számára, Prágába mehetett volna, és tudóssá válhatott volna. De hívást kapott Kárpátaljáról. És ő ezt a hívást mérlegelve úgy gondolta, hogy idejön. Idejön az Ungvári Állami Egyetemre, tanárként tevékenykedett, és nagyon rövid időn belül egy közösséget hozott létre. Egy olyan közösséget, amire felfigyelt a hatalom is. Felfigyelt a hatalom, először még tűrték, először még fel is használták, mert vendégek jöttek, a tánccsoportot felléptették, de utána azon kezdtek gondolkozni, hogy hogy van ez, hogy a 100 tagú magyar szak, minden egyes diákja az ő hatás alatt van. Itt figyeltek fel rá, és itt lett gyanús a hatalom számára. Itt történt meg az, hogy végül is elbocsátották az egyetemről. Lett fűtő, lett korrektor, aztán majd megint lett egyetemi tanár, aztán majd a 72-es beadványnak egyik motorja, ami azokat a sérelmeket sorolta fel, amelyet még most is fontosnak tarthatunk. Tehát így hozott létre Sándor egy olyan közösséget, akiknek az idősödő tagjai jelen vannak most is a közéletünkben. Ott vannak, teszik a dolgukat, mert tenni kell a dolgunkat. És ezért vagyunk most itt, és ezért emlékezünk Sándorra, Fodó Sándorra, mert az életútját, meg a mi életutunkat is néha-néha illik végig gondolni. Sőt, végig kell gondolni, és ebből erőt merítve tenni a dolgunkat napjainkban is, mert nagyon sok feladatunk van. Nyelvünk van veszélybe. Iskoláink vannak veszélybe, és az a nagy kérdés merül fel, hogy mi fog velünk történni 10-15-20 év múlva. Ha most feladjuk, akkor baj lesz.